Így néz ki jelenleg az önkormányzati tulajdonban álló terület, amely később az inkubátorháznak ad majd helyet. Ezt a fejlesztést a Nagykállóban már működő, vagy az ide betelepülni szándékozó vállalatok és vállalkozások használhatják. Számukra csarnokokat, irodahelyiségeket alakítanak ki. A cégek 2-3 évig kedvezményes díjat fizetnek az általuk bérelt területért, ami segíti működésüket és a munkavállalók alkalmazását is. A beruházás nagyobb részét az épület felépítése teszi ki, de rendezik a területet és kialakítják a közműveket és az infrastruktúrát is. 4 csarnokra gondolunk, itt könnyűipari, fémipari, faipari vállalkozásoknak, illetve egy logisztikai raktárbázist szeretnénk szintén kialakítani. Van rá érdeklődés itt a helyi vállalkozók részéről, bízom benne, hogy pozitív lesz mindenképpen. Az ipari fejlesztések mellett fontos a turisztika élénkítése is. A téka tábornak helyet adó harangodon szociális beruházások szolgálják majd a táborozók kényelmét. Pályáztunk turisztikai fejlesztésre. A harangodon egy új szociális blokk fog majd elkészülni az Eckler Dezső tervei alapján, hogy ez fontos kiemelni, hogy a harangodon van egyfajta építkezési stílus. Azt fogjuk folytatni, ez egy 100 millió forint körüli fejlesztés lesz, egy új épület, ahol a harangodra táborozni érkezők, illetve a harangodon minden nap pihenni vágyóknak a vizes blokk, szociális blokk, WC problémáit oldja meg. A harmadik pályázatot a helyhatóság egyik szociális intézménye nyerte el. 10 millió forint értékben egy ételszállító autót vásárolnak, amellyel az ebédkiszállítást lehet hatékonyabbá tenni. A Nagykállói önkormányzat abban bízik, hogy az elbírálás alatt lévő pályázataik is nyerni fognak, és minél több fejlesztés valósulhat meg a kisvárosban.